megszerezte a magyar úszósport első nyíltvízi felnőtt világbajnoki címét a Kvangzsúi világbajnokságon, és ezzel be is írta a nevét az úszók panteonjába. Rasovszky Kristóf! Mindenekelőtt gratulálunk ehhez a szép eredményhez, ugye mindössze 22 esztendős vagy, tehát még előtted a jövő, ugye még az úszói pályán, és egyébként pedig talán addig a villamosmérnöki tanulmányaidat is befejezed, amelyeket hol folytatsz? Veszprémben a Pannon Egyetemen. Hát ebben nem vagyok biztos azért, hogy olyan hamar befejezem. Hát, mi se gondoltuk, de ugyanakkor ebben az rejlett, hogy egy hosszú úszópályát még prognosztizálunk neked, tudod? Tehát ez így függött össze. Veszprémben laksz, ott hol jársz egyire, hol nem, az egyit az, hogy tudod egyeztetni, vagy ők mit szólnak. Egyáltalán hagyad éves vagy most? Tehát egy szemeszteret már van. Igen, egy szemeszterem már van. Gyakorlatilag Veszprém környéki vagyok, ugye Balatonfüszvön is edzem, és hát ha itthon vagyok, azért az egy könnyebbség bejárni az egyetemre, ha már itthon vagyok. Tehát Kvangzsúból elég nehéz, tehát ezt én megértem. És hát ilyenkor azért, hogyha nem ütközik edzéssel, vagy nincs egyéb más elfoglaltságom, akkor azért igyekszem bejárni az órákra. Mégiscsak könnyebb azért úgy hallgatni az egyetemet, hogy nem otthonról esetleg elkérni valakitől, és otthon megpróbálni megérteni, hogy mi mit történik. Mégis miről van szó? Igen. Az egyetemen támogattak téged, vagy... Teljes mértékig. És te hivatalos nappali hallgató vagy, vagy ilyen művész bejárod van, vagy hogy mondja ezt, szóval ilyen félig magántanuló vagy. Hivatalos nappali tagozatos tanuló vagyok, ugye annyi könnyebbséggel, hogy van egyéni tanrendes kérvényem. Egyéni tanrended, és akkor azért van valaki, aki ha valamit végképp nem értesz, akkor azzal be tudsz menni konzultálni. Igen, így tanár úr egy picit itt. Egy picit nagyon sötét van. Nagyon sötét van, igen, ami hát egy elektromérnök esetében mindenképpen baj. Kérlek szépen, hát azért nagy dolog ez, amit elértél. Ugye ez volt 5 kilométer, ugye? Tehát igen. 5 kilométeren pillanatnyilag te vagy a világbajnok. Na most ennek az 5 kilométernek Rasovszky Kristóf még mindig. És ugye ennek az 5 kilométernek kicsit az a hátulütője, hogy ha jól tudom, nyílt víziben az olimpiai szám az mennyi? A 10 kilométer. Az 10. Gyakorlatilag juniorként van egy junior VB és EB címem 10 kilométeren. Na, hát akkor ez megvan. Jól van. Aztán a tavalyi évről van egy EB második helyem is, ugyanígy 10 kilométerem. Uh-huh. És hát az idei világbajnokságról egy negyedik hely. Uh-huh. Ami egyben ugye a kvótát is jelentette az olimpiára. Hogy egyáltalán kiús, és akkor most nyilvánvaló, hogy a 10 kilométerre kell ugye rágyúrnotok. Egyértelműen, mivel tényleg az az egyetlen szám az olimpián, ami nyílt vízen van. A ti versenyeitek azok általában a centrumtól messze vannak, tehát ilyen magányos vadászonként ott ütlegelitek a delfineket, és próbáltok, vagy olykor egymást, majd mindjárt erről is beszélünk, ugye, próbáltok magatoknak helyet csinálni. A Kvangzsúi az milyen messze volt az úszó helyszínetek? Hát mi körülbelül egy olyan 130 kilométerre uh-huh. voltunk a fő versenyhelyszíntől. Úgyhogy... És ez milyen volt? Én azt se tudom, ez tó volt, tenger volt? Ez gyakorlatilag egy kikötő rész volt, ugye a tengerről így leválasztva ténylegesen egy kikötő rész, úgyhogy viszonylag a háborítatlanabb. Ha, igen, tengeri körülményekhez képest, tehát nagy hullámok nem voltak, de időnként egy-egy olajfoltba belefejeltetek, vagy azért az kitisztít. Na jó, hát bocsássatok meg, egy kikötőről van szó, hát most nem. Persze, nem. Hát alapvetően nem, tehát szerencsére viszonylag tiszta volt a körülmény, és volt, gyakorlatilag mikor már mi kiutaztunk, onnantól kezdve viszonylag minimalizálva volt is a hajó közlekedés azon a része. Hány foktól hány fokig lehet nyílt vízi versenyt rendezni, most vízhőmérsékletre gondolok. A 16 fok a minimum, és a 31 a maximum,
Úgyhogy elég tág azért a... De hol van 31 fokos tenger? Hát Kínában azért elő tud fordulni, Kínában. És Tokióban a versenyhelyszín, augusztusban volt egy tesztverseny, ugye az olimpiai tesztverseny, és ott hajnal 7 órakor már 29,9 volt a vízhőmérséklet. Ne szórakozz! Úgyhogy... Hát akkor az megdobja a ketyegőt. Hát ott azért vigyázni kell, hogy az ember rosszul érzi magát, akkor biztosra kell menni, és inkább esetleg feladni, nem a maximumot kihúzni, ameddig még komolyan? Rossz a probléma, nem alakul vagy ki. Itt a Lukács termálbedelcébe kicsit rágyúrni, nem? Tehát, hogy egy kis melegvizes. Hát ezt nem is tudtam, és nem is gondoltam volna. Ugye 2016-ban ezt a Hajós Alfrédék korára emlékeztető úszódreszt, ezt az úszodákban megtiltották. Annak mi volt az oka? Ugye, tehát azelőtt úsztak rendes úszónadrágba, utána jött ez a birkózó szett, vagy nem tudom, hogy nevezzem, azt miért tiltották be a medencékbe, hogy lass vagy... Gyakorlatilag a legtöbb világcsúcs megdőlt abban az időben, és azt szerették volna elkerülni, hogy elmenjen abba az irányba, hogy valójában a különböző gyártók dresszei versenyeznek, és nem az úszóknak a felkészülése számít csak. Aha, értem, és a szuszpenzorodban csak egy egész pici rotoros motort beépítesz, és már Isten király vagy, jó, tehát ugyanakkor nektek ez megengedett, ugye? Nem teljes mértékben, ugye azok a dresszek ténylegesen be lettek tiltva teljesen. Nekünk egy ahhoz hasonló kinézetű dresszünk van, ami annyiban tér el gyakorlatilag attól, hogy az anyaga viszont visszatért ahhoz, ami a medencés visszatért. Igen. Úgyhogy ilyen változás. Tehát az mi egy hagyományos úszónadrág anyag? Hát egy hagyományosabb, azért nem az, amiben mondjuk... Apukám lejár az úszodába szaunázni. Igen, de... Szaunában nem szabad bemenni úszodnadrágba, azért ezt mondd meg az öreg arcosnak. Igen. Tehát ennél azért egy kicsit komolyabb, de a korábbihoz képest azért egy visszalépés. Egy visszalépés, tehát egy diszkrétebb dolog. A hidegben használtok-e neoprént? Igen, a szabály szerint 18 és 16 fok között kötelezően abba kell már. Hoppá! Ez egy viszonylag új szabály, 17-ben hozták benne, és olyan túl sok verseny nem is rendeztek benne. Nyilván a Glasgow Európa-bajnokság pont ezek közé tartozik. Mm. Úgyhogy ott mindenkinek gyakorlatilag egy újdonság volt, hogy most hogyan is védekezzen ellene. Azért a neoprénnek a nyaka elég könnyen kidörzsöli az ember nyakát, és gyakorlatilag egy olyan sebb keletkezik, mint hogyha valaki egy... Kötél, vagy öngyilkos akartál volna lenni. Kötélen folytogatott volna. Hát az nem túl jó. Tehát hidegvíz esetén bekelitek-e magatokat valamivel? Hát így, hogy valamivel. Van ez a neoprénes szabály, így nem nagyon. Uh-huh. Nem nagyon, inkább azokon a pontokon, ahol dörzselt a dressz, ott vazelinnel keni az ember magát, hogy ne sebesedjen, és minél jobban csúszson ott a dressz. Igen. És gyakorlatilag ugyanez megvan melegebb vízre, és ugye ez a úgymond általánosabb dressz. Igen. Az is olyan, hogy azért a válnál, és ott a melkason, is jó, ha egy kicsit alá kezd. Melkason, igen, ott azért könnyen dörzsölhet, úgyhogy ebből kifolyólag azért vazelinnel alá szoktunk kenni. Igen, de csak a hajlatokban. Igen. Nem merészkedtek egyéb területekre. Csak a csúszás érdekében. Ez köszönöm szépen, mindenképpen megnyugtató. Na kérlek szépen, amit én nem tudtam, csak a veled való beszélgetésre készülve, hogy, mert ez a tévén nem látszik, hogy iszonyú bunyó megy itt a vízben. Igen. Mesélj erről. Gyakorlatilag a rajtnál meg a fordulóknál van az igazi csetepaté, hogy így fogalmazzak. Ugye egyértelmű, mindenki a lehető legrövidebb és a lehető leggyorsabban akarja teljesíteni a távot, és ilyenkor azért könnyen előfordulhat, hogy az ember egy másik emberbe ütközik. És hát azért vannak olyan... Átlagban mondjuk ezen a Kwangju-in mennyien indultatok? A 10 kilométeren 75-en voltunk. 75-en, és az 5 kilométeren, ami nyertél. Ott 60. Jó, szóval egy ilyen 50 és 100 igen. közötti embert kell elképzelni, de én azt tudom rólad, hogy te későn ugrasz. Gyakorlatilag a rajtnál való bunyóból is kimaradok, és általában meg szoktam kapni azt a remek lehetőséget, hogy a rajtnál valóval középre kell fölállnom. És innentől kezdve két oldal... Azt nem te mondod meg? Nem, ez sorsolják a verseny előtt. És az, hogy nem egyszerre ugrotok, az nem kifogásolandó? Nem, az a szabály, vagy hát
a VB-n elsütötték azt a szabályt, hogy úgy van a szabály, hogy mindenkinek az első sorban kell állnia. Igen. Ezt soha korábban nem mondták, tehát én körülbelül 2 éve ugrálok úgy, hogy 3 méterrel hátrébről kezdem az egészet. Igen. És ezt a VB-n aztán az 5 kilométernél még elfogadott volt, a 10-nél már azt mondták, hogy az első sorba kell állni. De ilyenkor ti a parton ugrotok, igen, nem? Igen, igen. Hát ritka az a verseny, ami vízből indul, ugye ez vízmérséktől függően, de mondjuk úgy 90%-ban ténylegesen ugrás van, és onnantól kezdve, hogy az ember odaáll, startpisztoly elsülése után ki milyen gyorsan ugrik a vízbe, azzal nem foglalkoznak. Tehát ha valaki ad egy 5 perc előnyt a másiknak, akkor adja nyugodtan. Igen. Na, jó, hát akkor ezt megértettük. Na most itt nyilván kamerák vannak, akkor bősz önmagukból kivetkőzött versenybírók ülnek, ugye különböző üvegtestű ladikokban, éjjellátó kamerákkal, és nem tudom. Tehát, hogy úgy kell csinálni, hogy se a tévé ne lássa meg. Igen, azért, hogyha a tévében veszik észre, az nem olyan vészes, a bírók az a lényeg, hogy a bíró ne vegye észre. Tehát mielőtt pofán vágsz valakit, oda nézel a bíróra, hogy ő éppen mivel van elfoglalva? Nem, azért azt egyáltalán nem, és nagyon nem is kell oda nézni, mert azért a bíróknak a többsége annyira jól nem látja ott, hogy mi történik. Uh-huh. Nyilván a víz fölött azért a nagyon látványos azért az nagyon látványos, de mondjuk a víz alatt, vagy a fordulóknál, amikor úgy tényleg nagyon fröcsköl mindenki, meg mindenki egymás hegyén hátán. Ami ugye arra megy ki, hogy ki a legkisebb rádiuszon forogjon, így ugye? Van. Ott azért könnyen előfordul, hogy egy kicsit azért víz fölött is lehet, de inkább azért víz alatt mennek a könyökösök. És hát emellett, hogyha szemetebb az ember, akkor mondjuk egy fordulónál a víz alá nyomja a másikat, és akkor még 10 másik ember is átmegy rajta, úgyhogy volt olyan, amikor azért komolyabban úgy jöttem haza, hogy mondjuk fáj még a könyököm, vagy egy kicsit a bordám kapott egy nagyobbat. Igen. Olyanról is tudok, akinek mondjuk fogorvoshoz kellett mennie a verseny után. Komolyan? Komolyan. Hát azért a fordulónál, ha egy könyökös kap az ember, és pont levegőt vesz, nyitva van a szája, összekoccannak a fogak, ott könnyen előfordul a probléma. Ezt gyakoroljátok? Ne, hát nem tudom, hogy ki mennyire gyakorolja. Tehát esetleg mondd meg az edzőnek az én javaslatom, hogy az ilyen forduló bunyóba is kell egy kis gyakorlatot szerezni. Mert gondolom csak úsztak ott a főszfői úszodába, ugye föl és alá. Na jó, ez hülyeség és diszkoritmus. Na most indultál 10 kilométeren is, ott olimpiai kvalifikációt szereztél, és a 25-ön ott rosszul lettél? Vagy, igen. Vagy gyakorlatilag már az előtte nap volt, ugye a váltóversenyünk is, már ott is úgy szálltam ki, hogy azért nem éreztem magamat annyira jól. Uh-huh. De gondoltam, elintéztem azzal, hogy hát nyeltem egy kis vizet, ott már azért jobban hullámzott, hogy biztos csak az lehetett a probléma, és aztán másnap, mikor nekiindultunk a 25-nek, akkor azért még úgy egyszer-kétszer rosszul lettem ott az első 10 kilométer, úgyhogy ott diszkréten jeleztem aztán a bíróknak, hogy én ezt a versenyt nem szeretném így folytatni tovább, azért még 15 kilométer egy durván 3 óra vissza lett volna. Igen. És nem éreztem úgy, hogy nekem ezt a versenyt feltétlenül folytatnom kellett volna ott. Uh-huh. Aztán, amikor kijöttem, az edzőm gyorsan futott is, hogy mi történt, miért szálltam ki, hogy próbáltam megjutatni, hogy csupán csak rosszul lettem. De ez mit jelentett? Szédültél, hány ingered volt? Hát gyakorlatilag hány ingerem volt, meg azért kétszer bele is hánytam a vízbe, úgyhogy egy kicsit megetettem az ottani halakat. Tessék. Ilyen nagy távokat tulajdonképpen edzésen nem szoktál leúszni, ugye? Tehát mennyit úszol medencében átlagosan? Átlagosan egy olyan 9-10 kilométert, úgyhogy hát azért az hoppá. Úgyhogy átlagosan ugye az olimpiai távig elmegyünk. A 25 kilométernek már gyakorlatilag olyasmi a felkészülése, mint mondjuk egy maratoni futónak, legalábbis ahogy én elképzelem, nem tudom, hogy a maratoni futók egyébként hogy készülnek. Igen. De ott már nem teljesítjük a teljes távot egy edzésen. A maximum, amit én úsztam, 15 kilométer volt. Uh-huh. Ez gyakorlatilag egy héten kétszer jön be olyankor, amikor már ténylegesen 25 kilométerre is készülünk az év közben. Tehát ez azt jelenti, hogy te minden nap egy 10-est letekersz. Gyakorlatilag, mivel 10 edzésünk van egy héten, így van, amikor kétszer is egy nap. Te kis huncur! Te most ezen az 5 kilométeren átadtad az érmedet az utolsó fiúnak. Az hogy volt, miért volt, mi történt?
gyakorlatilag vége lett az eredményetésnek, meg volt a sajtótájékoztató, és elindultam vissza a dopingra, a dopingvizsgálatra, mert hát ugye ilyenkor azért kiszokták jelölni az embert, hogyha valami jobb eredményt ér el, gyanús az embereknek. Ja, tehát majdnem, hogy egy aranyéremnél ez kötelező. Hát gyakorlatilag én azt mondom, hogy az aranyéremnél kötelező, még az ezüst bronznál is, és aztán még az első tízben azért úgy egy-két embert kiszoktak szúrópróbaszerűen. Úgyhogy gondoltam, elindulok visszafele, most már úgyis nagyjából ott kellett azért most már pisilni, úgyhogy be lehetett gyorsítani a dolgot, és aztán jött a brazil riporter, hogy van ez a szudáni srác, ő a verseny hajnalán érkezett reggel 3 órakor, mi még 8-kor rajtoltunk már, úgyhogy nem siette a dolgot azért az odaéréssel. Szegény, igen. És mondta, hogy saját pénzén érkezett, gyakorlatilag önköltségen fizeti az egész itt tartózkodását, és hogy leúszta az 5 kilométert, 61. lett a 61 beérkezőből, de hogy teljesítette a távot, lehet egy pár képet csinálni, és aztán mondtam neki, hogy természetesen csináljuk meg azt a pár képet, és amikor ott álltunk, hogy csináljuk a képet, a srácot egyébként a zuhanyzóból rángatták már ki, úgyhogy nem is értette, hogy mi történik, mondták, hogy megfoghatja az érmet, és én azzal a lendülettel levettem, és a nyakába akasztottam, mondván, hogy hát ne csak megfogja. És aztán kaptál levelet is a Szudánból. Igen, a szudáni szövetség aztán küldött egy levelet, amiben megköszönték. Hogy egy rendes csalóek vagy. Krasocki Kristóf, köszönjük szépen! Ölellek és szívből gratulálok, helyes gyerek! Jó van! Köszönöm szépen! Köszönöm! Szávasz, parancsolj!